Öröm és békesség Istentől, aki a mi édesapánk, és az Úr Jézus Krisztustól. Öröm és békesség töltse be a szívünket ezen a mai reggelen. János Evangélium a 12. részéből olvasom Isten igéjét, a 35-től a 37. versig. Jézus mondja, már csak egy rövid ideig maradt közöttetek a világosság addig járjatok a világosságban, amíg veletek van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket, mert aki sötétségben jár, az azt se tudja, hová megy. Ameddig veletek van a világosság, higgyetek benne, hogy a világossághoz tartozhassatok. Ezt mondta Jézus, majd elment onnan és elrejtőzött előlük. Az Úr Jézus a halála előtt ezt, a, ezt bízza, ezt a mondatot bízza az övéire. Azt mondja, amíg veletek van a világosság, addig higgyetek a világosságban. Nagyon ö, sokszor úgy vagyunk az emberi életben, hogy nehéz felismernünk azt, a vakok vagyunk, hogy nagyon sokszor ö, olyan helyzetekbe kerülünk, hogy, ö, hogy szembesülnünk kell olyan dolgokkal, amiket nem láttunk. Egy barátomat ö, rosszul volt, fájt a feje, és elment az orvoshoz, és csináltak neki egy vérképet. És az orvos, amikor meglátta az eredményeket, akkor azonnal uh, mondta a barátomnak, hogy, hogy uh, uram, maga itt marad az intenzíven. És kérdezted miért? Hát azért, mert olyanok az életfunkciói, hogy csoda, hogy még maga él és eszméleténél van. Mert a, a, az életfunkciói olyanok, hogy ez alapján uh, kómában lévő emberek szoktak ilyen életfunkciókat produkálni. Egy apró helyzet, talán ha ez a fejfájás nincs is, akkor vége lett volna az életének, mert az életfunkciók radikálisan leestek. Nem, nincsen tudatában annak. Vagy a közelmúltban történtek szomorú események, amikor emberek egyik pillanatra a másikra elvesztették az életüket. Híres, ünnepelt emberei voltak a társadalomnak, és egy pillanat alatt elvesztették az életüket. Amíg a világosság jelen van az életünkben, addig ragaszkodjunk a világossághoz. Na de mit jelent ez? Mi a világosság? Az Úr Jézus Krisztus a, az út, az igazság és az élet. Ő a világosság. Ő a világ világossága. Ez azt jelenti, hogy ő ad egy helyes megvilágítást az életünknek, hogy rávilágít azokra a pontokra az életünkben, amik igazán lényegesek. Talán mi nem veszük észre, talán mi elsiklunk felette de amikor felragyog előttünk a világosság, akkor kell ragaszkodni a világossághoz. Mit jelent ez? Egy ö, férfinek a bizonyságtételeiből hadd idézzek, azt mondja, hogy a legnehezebb az volt abban, amikor megismertem Jézus Krisztust és keresztény lettem, hogy ö, halottnak kellett tekintenem a saját életemet. Hogy olyan radikálisan odafordultam Jézus Krisztushoz, hogy ez egy hihetetlen kiüresedést okozott az életemben. Hiszen annyira mély volt számomra az az élmény, hogy Jézussal találkozok, hogy azt tudtam neki mondani, hogy rajtad kívül én semmi más nem vagyok hajlandó magamhoz, magamról elhinni, még az se, amit én gondolok, vagy az se, amit én tudok. Hanem Jézus, ha te szeretsz engem és ismersz, akkor te mondd el nekem, hogy én ki vagyok. Én belőled akarom megismerni magamat, én veled akarom élni az életemet. És olyan uh, csodálatos így ránézve az a változás, ami az ő életében létrejött. És hogyha így tudunk ragaszkodni Jézus Krisztushoz, ha így tudjuk megragadni, ezt a helyzetet. Hogyha amikor felbukkan előttünk az Úr Jézus, akkor bele tudunk kapaszkodni. Mit jelent ez? Az, hogy nem a saját gondolatainkba, nem a megszokásainkba kapaszkodunk, hanem Isten igéjébe kapaszkodunk. Ahogy olvassuk Isten igéjét, hogy imádkozunk, ahogy Isten mindig velünk van, ő elkezd felépíteni bennünket. És nagyon sokszor ilyenkor arra van szükség, hogy az ember visszalépjen a megszokott rutinjából, hogy tegyen egy lépést hátra, hogy, hogy elengedjen olyan dolgokat, amikhez ragaszkodik. És ezekben az elengedésben, ebben a felszabadulásban Isten fog mellénk állni. Isten az, aki ebben a világosságban beborít bennünket ezzel a világossággal és így tudjunk felismerni új dolgokat, így tudunk meglátni új dolgokat, hogy amíg a világosságban vagyunk, addig a világossághoz ragaszkodunk. Pálapostól úgy fejezi ki ezt, hogy ez mit jelent. Azt mondja, nem vagyok hajlandó magam felől ítélkezni, azt sem érdekel, hogy ti mit gondoltok rólam. Sőt, még hogyha egy törvényszék ítélkezne felőlem, akkor se vagyok hajlandó azt az ítéletet elfogadni. És még ha én magamról mondanám azt, hogy tiszta és tökéletes ember vagyok, és tiszta a lelki ismeretem, még azt se vagyok hajlandó elfogadni magamról. Egy dolgot vagyok hajlandó elfogadni. Jézus Krisztus ítéletét, hogy ő ítélt felőlem. Ő meghalt értem, az életét értem adta, ő megragadott engem, és ezért én is megragadom őt. És ami mögöttem van, azt hátrahagyom. Ami előttem van, annak neki megyek. Úgy élem az életemet, hogy most már más az orientáció, most már más az, amit látok magam előtt. És ekkor lesz az érvényes, amit itt előtte nem sokkal mond Jézus, hogy aki az életét el tudja veszíteni, az meg fogja találni. Amikor ragaszkodni kezdünk Jézus Krisztushoz, megismerjük őt, akkor az igazság megszabadít bennünket. Akkor a valóságot egy teljesen más szinten látjuk. Máshogy látjuk az életünket, máshogy látjuk az életutunkat, a, azt, hogy mi a fontos, és ahogy ez kiformálódik, akkor rá csodálkozunk, hogy valójában szabadok vagyunk és ez ad az embernek egy óriási boldogságot, egy felszabadultságot, egy teljesen más életlátást. Amikor már nem olyan dolgokhoz ragaszkodik, amik elmúlnak, hanem olyan dolgokhoz köti az életét, amelyek sosem múlnak el. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te eljöttél ebbe a világba világosságként, hogy a te világosságod átszakította a halálnak a köteleit is, hogy a sírból feltámadtál, hogy ez a világosság beragyogja az életünket, Ununk kérünk, hogy te gyújts fényt az emberek szívében, te tudod az emberek szívét magadhoz fordítani. És Uram, kérlek azért, hogy te munkáld az akarást és a cselekvést bennünk, hogy ragaszkodni tudjunk ahhoz a világossághoz, amit megismertünk, és hogy ragaszkodni tudjunk hozzád, ragaszkodni tudjunk azokhoz a felismerésekhez, amiket már megmutattál nekünk, hogy senki ki ne ragadhassa ezeket a kezünkből. Töltsd be bennünket, szent lelkeddel. Amen.